készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. A kísérletben a magnézium reakcióját vizsgáljuk meg vízzel és sósavval. Az első kémcsőbe desztillált vizet tettünk, és csepegtetünk ebbe a desztillált vízbe néhány csepp fenolftaleint. A második kémcsőbe kevés sósavat öntünk. Mindkettőbe magnéziumot teszünk. Első kémcsőbe, desztillált vízbe. És a második kémcsőbe, a sósavba is. Magnézium forgácsot tettünk, és látjuk, hogy a második kémcsőben igen heves reakció indult meg. És a reakció során olyan gáz keletkezik, amely a levegő oxigénjével keveredve egy pukkanó hangot ad ki. Kicsit türelmesebbek leszünk. Közben látjuk, hogy ez egy kis felmelegedéssel is jár ez a folyamat, hogy a második kémcsőben nincs ilyen heves reakció, de azért valami történik, hiszen a fenolftalein színe, ez kezd, de még egy pici kis pukkanást, összegyűjt hidrogén, az oxigénnel keveredve adja ezt a kis durranó pukkanó hangot. A második kémcsőünkben, tehát ilyen heves reakció nincsen, a színeződés látszik már, tehát ebből arra következtethetünk, hogy mégis történik itt valami, hogyha ezt a folyamatot egy kis hőközléssel felgyorsítjuk, akkor ez a pesgés is talán megindul, és látjuk, hogy a magnézium a desztillált vízzel is reakcióba lép, de ez a reakció a hőmérséklet hatására azért erőteljesebb, és még nincs olyan erős, mint a magnézium reakciója a sósavval. A színeződés egyre erőteljesebb, a gázfejlődés azért még nincsen, nem összehasonlítható az előzővel. Amit egyértelműen lehet látni, hogy a magnézium a desztillált vízzel egy olyan anyagot hozott létre, amely rúgos kémhatású. A magnézium a desztillált vízzel magnézium hidroxidot alkot, és közben, hogyha már nem csak a fölmelegedés buborékait látjuk, akkor látjuk, hogy egy kis hidrogéngáz is keletkezik. A sósavval, a magnézium pedig magnézium kloridot hozott létre, magnézium ionok és klorid ionok találhatók az oldatban, és közben hidrogéngáz fejlődött, amit ezzel a égő gyújtópálcával mutattunk ki, és kevés kis pukkanó hangot is hallottunk a hidrogén és az oxigéngáz keveredése miatt. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!